1944. áprilisában Magyarországon megkezdődött a zsidóság gazdasági ellehetetlenítése, később pedig a zsidók üldözése területrészenként, nemre és korra való tekintet nélkül, emlékeztetett beszédében Mester Tamás, a mazsihisz alelnöke. Mint elmondta, 1944. április 7-én Baky László, a belügyminisztérium államtitkára, rendőri és csendőri vezetőkkel ismertette a rendeletet, mellyel elkezdődött a zsidóság gettókba zárása, majd fizikai megsemmisítése. Mint Barna Ágnes elmondta, fontos az emlékezés, hogy a megkülönböztetés soha többet ne fordulhasson elő a világban. Összegyűjtötték a zsidókat, elvitték a téglagyárba, ami egyébként zsidó tulajdonban volt, majd bevagonírozták őket júniusban, és június 17-én már Auschwitzban érkeztek meg az emberek, akik nem tudták, hogy hová fognak érkezni, embertelen körülmények között voltak, és nem tértek vissza a táborokból, illetve csak az emberek 10%-a. 80 évvel ezelőtt Székesfehérvárról több mint 3000 zsidót vittek el, és csak 290-en tértek vissza. Lerner Zsolt alpolgármester is az emlékezésre hívta fel a figyelmet. Minden nap emlékeznünk kell azokra a borzalmakra tanulságként, hogy ne történjenek meg soha többször. Adéndel szavaival élve az élet él és élni akar. És azon kívül, hogy megtörténtek sajnos egy borzalmas ideológiai zsarnokság idején ezek a legtragikusabb, legszörnyűbb dolgok, azért mégiscsak van élet ezen túl, és ezeket az értékeket nemzedékről nemzedékre meg kell tartani. Székesfehérvár zsidó hitközössége minden évben megtartja a megemlékezést, hogy fejet hajtsanak a mártírok előtt, egyben felhívják a figyelmet arra, hogy mi történt 1944 nyarán Fehérváron és szerte Európában a zsidó emberekkel.